Miközben a kontinens több országa is a világjárvány második hullámával küzd, Nyugat- és Dél-Európában sokfelé 40 fokra emelkedett a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint vasárnapig tart a rekkenő hőség, amelynek többfelé viharok vetnek majd véget. Szinte elviselhetetlen hőséget árasztanak magukból az épületek Berlinben. Németországot is elérte ugyanis az afrikai eredetű hőhullám. Sokan fagylaltal hűsölnek, dacolva a koronavírus járvány második hullámával, míg mások a folyók és tavak partján, vagy éppen a vízben keresnek menedéket a helyenként 40 fokos hőség elől. Jól fogy a híres frankfurti almabor is. Az árusok arra kérik a vásárlókat, hogy tartsanak egymástól legalább 10 korsónyi távolságot, és nézzenek bambán a szájmaszk fölött. Anyukám és apukám azt tanította, hogy ami jó a meleg ellen, az jó a hideg ellen is, ezért sapkát vettem fel. Az izzadástól pedig hűl a testem. Egy kicsit büdös vagyok ugyan, de legalább jól érzem magam, mondta az árus. Párizsban 42 fokra emelkedett a hőmérséklet, ami csak tetézi a járvány által jelentett kihívást. Rossz időben is nehéz elviselni a szájmaszkot, ilyen hőhullámban pedig egyszerűen nem is lehet, mondta ez a párizsi lakos. Napok óta tart a 40 fok körüli kánikula a spanyol fővárosban is. Sok dezodort használok, a ventilátor pedig megy egész nap, éjszaka meg nedves törölközőt teszek a fejemre, sorolta ez a Madridban élő svájci nő. A spanyol fővárosban kötelezővé tették ugyan a szájmaszk viseletét kültéren is, de a hőség miatt sokan feljogosítva érzik magukat arra, hogy megszegjék a szabályt. Rómában a híres szökőkutak most a leglátogatottabb nevezetességek. A hatóságok arra kérték az idősebbeket és a gyerekeket, hogy lehetőleg ne menjenek ki a szabadba a nap legmelegebb óráiban. A hőségben nem egyszerű a városnézés sem. Róma gyönyörű, de a legforróbb órákban lehetetlen kint lenni, ezért sok időt elvesztegetünk, mondta egy belföldi turista. Aki teheti, már a tengerparton igyekszik feledni a járvány rossz emlékeit. A szicíliai partoknál még egy dinoszaurusz is megjelent, hogy felvidítsa a fürdőzőket.